Sziasztok srácok, itt Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és ez egy ilyen húsvéti special kiadás van, Brawl Stars-os quiz, húsvéti versekkel igazából, Balu készítette, és megint azért felmerült pár kérdés bennetek srácok, egy, a húsvét már elmúlt. Jogos, jogos. Kettő, miért egy tigris vagyok? Nem tudom, nem volt nyúl, már elmúlt húsvét, úgyhogy gondoltam legyen tegres, bár ilyen jelmezem van. Szóval, a lényeg az, hogy ez Balu készítette el, remélem tetszik a húsvéti zene a háttérben, nagyon, nagyon menő, meg minden. Ebben a videóban is elmondom, meg a következőben is el fogom mondani, amiben szintén ilyen nagyon menci ruhában leszek, hogy a másik csatornámon van egy videó, a Play with Zsomac csatornán, amiben apaizben megtrolkodtak a haverjaim, és Balu azt üzeni, hogy menjek át a másik oldalra. Úgyhogy én most fogom magad, és pok, 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 mint a nyuszi, pok, 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 és ott vagyok. Nagyon jó. Szóval, gyönyörű, gyönyörű volt. Tigris. Azzal nem foglalkozottok, hogy nem sikerült az aktiválás. Őszintén én sem tudom miért. És hogy kell megjeleníteni ez? Oh, ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Na nézzük. Készítette Balu, tesztelt egy gyűrési vizárd, és ez az Easter Special Edition Brawl Stars Quiz. Nagyon jó. Információk. A fiúk húsvéti lassaló verseket mondtak, de vajon melyiket kimondta? Ezt neked kell eldönteni. Keresd meg a határejtett tojást. Így lehetett a húsvéti locsolóversek.hu oldalról szereztem. Gondolom ez ilyen locsoló versek vannak itt, amiket átért Brawl Stars-osra, vagy én nem tudom. Mindegy, onnan van az iklet, nagyon jó. Melyiket melyik karakter mondta? Oké. Okay. Szép lányokat kergettek, az én mérgem permetez. Jó dolog a locsolás, ide a piros tojást. Mivel azt mondta, hogy az én mérgem permetez, ezért azt mondom, hogy ez bizony Crow. Egy pont véget a zenének. Wow, calculated. És ott van Crow. Elteleltem. Ez nem volt olyan nehéz. Nyilván ez egy kicsi fán dolog inkább, mint kihívás, legalábbis nem tudom. Tuki a nyusz, és amúgy fekete háttérnek kéne lenni? Nem mindig, nem tudom. Ja, egyébként, ezt nem tudom mennyire tudjátok el, de ez a dolog, ez most élőben megy Twitchen, és akik Twitchen követnek, azok élőben értesülnek róla, és ezt élőben megnézhetik már, úgyhogy nem követsz, hogy Twitchen, kövess be azonnal! Mert ha nem, akkor rosszba lesz. Nem mindegy. Következő. Bárhova elküldhetsz, úgyis visszajövök, könyvet előveszem, hajadra ráspiccelem. Bárhova elküldhetsz, úgyis visszajövök. Hát lehet Carl, visszapörög, vagy El Primo. Vagy mi az, hogy visszajövök? Nem tudom. Nem már! Nem tudom, hogy jön vissza? Hogy jön vissza? Azért ez sokféleképpen lehet érteni. Már látom, tippelgettek a cseten hasonló dolgokat, mint én. De hogy jön vissza? Ez nem jó, ez kínos. Ez kínos. Valamit kéne mondanom. De legyen kár, mert neki a pengéje visszajön, és én is ezt mondtam először. Jó, oké. Okay. Nem vagyok hülye. Nem kínos. Eltaláltam. Akkor lett volna kínos, ha nem találom el. Csak megsugom tojás alert. Szivatsz. Nincs itt tojás sehol. Mindegy. Én kis kertészlegény vagyok, virágokat locsolgatok. Amiatt, hogy egyre erre jártam, egy szép rózsafát találtam. Ki akart száradni, szabad elocsolni. Kertészlegény locsol. Bárli. Rózsa, bár. Kertészlegény! Mortis! Jó van, igen, ásó, jó kertészlegény, oké. Okay. Jó, logikus, sorry. A tojáskat elengedtem már amúgy. Egyet csináltok sehol. Miért vagyok? Na, de. Zöld erdőben jártam, egy kis gitárt láttam, meg akart szólalni, szabad elocsolni. Pokó! Ez bizony pokó. Ez a nagyon jó komúgy, nagyon-nagyon tetszik. Tök kreatív az összes. Ez nagyon tetszik.
Nagyon jó, itt is van egy ki tojás. Nyuszi mögött, jó, ezt látom. Nyuszi mögött van. Illatos tűz, új rakéták, meglocsollak, házi sárkány. Illatos tűz. Brokk. A rakéták miatt. Pontosan. Pontosan. Ha látnál, sem lennék nyuszi, nekem nem kell a puszi. Gombolt ki a blúzocskádat, hallocsoljam dombocskádat. Leon. Nagyon jó, nagyon kreatív, nekem nagyon tetszik. Nagyon jó. Wow, Balú. Nagyon tetszik. Zöld el a rét, mosoly... Na, újba. Zöld el a rét, mosolyog az ég is, adjanak egy bokrot, mosolyogok majd én is. Nem hiszem el, mennyire jó pul. Na, ne, ez nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik. Ez az eddig kedvenc quizem eddig. Esküszöm. Nagyon jó. Ez tök kreatív. Nagyon tetszik. Óha, ez már hosszú. Tarka réten jártam, sok virágot láttam, illatokat egy kis üvegbe bezártam, ez a kis üvegcse itt lapul most nálam. Engedd meg, hogy frizurádat vele eltaláljam. Kis üvegbe bezárt, hát ez a Báli lesz, aki bezárta most nálam. Engedd meg, frizurádat vele eltaláljam. Pontosan, valaki nem értette azt a bullosat amúgy itt a cseten, azért, mert bull nagyon sokat, sok időt tölt el bokorban igazából, úgyhogy ezért volt ez a bokros referencia igazából bullra vonatkozóan. Nagyon jó, nagyon tetszik amúgy eddig. Sivatagban él a kaktusz, meglocsollak, szaladj, ha tudsz. Na ki lehet vajon? Ki kaktusz? Hát nem Spike. Nagyon jó, nagyon jó. De hát ez eszmetlen király. Na, kék erdőben jártam, zöldi baját láttam, aztán túl sokat pörögtem, tartsd a fejed, ha döntsem. Túl sokat pörögtem. Akkor az Dynamite lesz, ugye? Hát bár Kál már nem lehet, vagy Daryl, de nem, gondolom erre a pörgésre van, úgyhogy Dynamite. Mert a Dynamite-ok szoktak tímálni, és így pörgött, és nem így pörgött, mert a Daryl így pörög, a Dynamite meg így pörög, amikor tímálni akar. Úgyhogy Dynamite. Nagyon jó. Következő. Csapdámba belecsallak, kölnivel vigasztallak. Ha ügyes vagy, még fel sem robbansz. Bó? Mert neki van csapdája, és azba tud belerobbanni, és abba tudja belecsalni az embereket. Tehát Bó. Nagy, és annyi vers lesz, ahány karakter van? Akkor még van 1, 2, 3, 4, 5 vers. Nagyon jó. Piros golyó, zöld golyó, meglocsoljak a vén tojó. Vén tojó. Piros golyó, zöld golyó. Meglocsoljak a vén tojó. Nem foglalkozom a tojásokkal, mert béna vagyok. Piros golyó, zöld golyó, meglocsollak, mint jó. Mi? Ez melyik? Ugye van Frank, Daryl, Rico, Jean és Colt. Vén, ha vén, akkor Frank. Mindenki Rico-t mondja. De az kék golyó amúgy. Piros meg kék golyói vannak. Mármint amiket kilő golyó, persze arra gondolok. De golyókat lő ki Rico tényleg, szóval akkor legyen Rico. Oké. Okay. Rico. Eltaláltam. A körnért megküzdök, nem kell ide karate, ennem ide rárepülök, locsolni szabad-e? Rárepülök. El Primo! Ja, még El Primo is van, ezt kihagytam. Jó, ja, meg az testében vannak színes golyók. Az is igaz. Az is igaz. Rárepülök. Hát akkor az El Primo. El Primo! Ért engem már villámcsapás, egy seggberúgás, már meg nem árt. Tehát fel a szoknyát, le a bugyit, hallocsoljam meg a nyuszit. Mi van? Mi az ért meg? Ja, Frankenstein! Frank! Hát persze, hát úgy lett, hogy azért, hogy egyrészt azért Frank, mert Frankenstein, és Frankenstein pedig úgy lett Frankenstein, hogy...
belecsapott a vilám, és ott van amúgy, most hogy vicces mondtam, megvan a másik tojás, elnéztem, és ott volt a tojás a jobb felső sarokban, úgyhogy megvan ez is. Most már van csak Coltunk, Darylünk és Ginnünk, azaz három darab belső hátra. Igaz, hogy én mókás vagyok, a vágyaim mégis nagyok. Meglocsollak és cserébe, hordót tegyél e tenyérbe. Csak hordóval be nem érem, a vörös borral együtt kérem. Daryl! Nagyon ötletesek ezek a versek, wow! Ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen király lesz. Következő. Lámpában jártam, varázsszőnyeget láttam. Nem akart repülni, szabad elocsolni. Jean. Jean. Nagyon jó, nagyon tetszik. Nagyon tetszik, Jean. A lámpás, mert ő a Jean. Nem mint Gene, hanem mint a Jean az Aladdinból. És akkor az utolsó maradt. Nem ennyi. Vége? Ne, nem, még van Colt. Sármos vagyok, szép és laza, locsoljak, vagy húzzak haza. Kolt. 200 IQ, 200 IQ, és meg vagyunk, mi nem? Az mi? Az mi? Zöld erdő jár, kék hibaja lát, akar hervad, szabad locsol. Mi? Ez mi? Ez egy roborámbős robot? Akar lenni? Vagy ez így, what? Ez vissza? Ott Spike volt. Igen, roborámből sobot. Hát ő lesz az akkor. Meglátták? Nem. Igen, volt így mögötte, volt a jobb felsősorokban. Ú, azért az a Leonnál elég észrevehető volt. El Primónál az is. A Bónak a szemébe. És ott van. Nem lettek meg, csak kettő. Robotnyelv. Remélem tetszett. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tényleg, ez nagyon kreatív volt. Robotnyelv. Igen, az robotnyelv volt utolsó. Nagyon tetszett, és tök... Mi ez a Nyuszi Leon? És ennyi. Nem már, én még szívesen néztem volna tovább ezeket a verseket. Nagyon tetszik. Köszönöm szépen, Balló, ezt a quizt is. Nagyon-nagyon jó lett. YouTube nézőknek üzenem, ha tetszett, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és Twitch-en is kövessetek, vagy nem szeretnétek ezekről élőben lemaradni, és akkor találkozunk a következő videóban, vagy lehet szívben. Sziasztok!